A jó látás elengedhetetlen például ahhoz, hogy valaki a kisbetűket is könnyedén el tudja olvasni az újságban. Amennyiben ez nem megy, szemüvegre vagy kontaktlencsére van szüksége az illetőnek, amelyeket valamelyik optikában lehet beszerezni. Kivizsgáljuk a szemhibát, és hát előírjuk a szemüveget, meghatározzuk, hogy milyen dioptria legyen a vizsgálóba, és aztán kiválasztjuk a keretet, segítünk kiválasztani a lencsét, igény szerint, hogy fogja használni, mire fogja használni azt a szemüveget, mit szeretne, és elkészítjük végül a szemüveget. Ma már egyre több gyermeknek is szüksége van a szemüvegre. Valamikor régen gyerekek között azért érdekesség volt, hogyha valaki szemüveges volt, most már lényegében a fele a korosztálynak szemüveges, előbb-utóbb. Egyre többet használjuk a szemünket, egyre többet kell látnunk, néznünk, és hát az ugye azt hozza magával, hogy szemüvegesekké válunk. Előbb-utóbb mindenki szemüveges lesz, ha más nem, akkor legalábbis az olvasásra. Tehát olvasó szemüveg, azt nem ússza meg senki, hogy olvasó szemüveg legyen neki. Már a legkisebbek is használják a legapróbbtól kezdve a felnőtt korig ezeket a digitális eszközöket, a laptop, a tablet, a okostelefon, ez mind valamilyen szinten egy kicsi sugárzás bocsát ki a képernyők által, és főleg ez a kék fénynek az a 416-tól 440-ig nanométeres spektruma az, ami egy kicsit károsan hat a szemre. A védőeszközök, amik nagyon tudnak nekünk segíteni, újfajta lencséket találtak ki, amiknek van bizonyos védő rétege. Több olyan betegség is van, amelyek következményeként a látás romolhat. A szakember szerint ezért szűrővizsgálatok formájában már kiskorban el kell kezdeni a prevenciót. A civilizációs betegségek közt főleg azért a cukorbetegség tartozik, a magas vérnyomás. Látjuk a fiatalokat, hogy mennek az utcán, és viszik a kólát, vagy a Red Bullt, vagy a édességeket, amik lehet látni rajtuk, hogy igazándiból egy kicsit elhízáshoz is vezet, aminek nem közvetlenül abban az esetben vannak a mellékhatásai szemén, hanem inkább idővel, mint másodlagos elváltozások keletkezhetnek el, változások a szemháttéren, bevérzések, vagy valami lerakódások, ami hogyha a legélesebb látásnak a helyén van, akkor az vezet legjobban a látás károsodásához. Nagyon-nagyon-nagyon fontos kategória az a zöld hályoknak a kiszűrése, ami manapság már népbetegségnek számít. A megfelelő látás a közlekedés biztonság szempontjából is fontos. Javában tart az ősz és közeleg a tél, amikor a látási körülmények fokozatosan egyre rosszabbak lesznek.